Ezek a fiatalok már az új térkőburkolattal ellátott járdát használják. Az út melletti hatalmas fák gyökerei mindamellett, hogy a járdát, a csapadék víz elvezetőt is tönkretették, így korábban nagy esőzések alkalmával befolyt a víz a mély garázsokba is. Ezek kiküszöbölésére újították fel 130 méter hosszan a járdaszakaszt. A fák gyökerei annyira felszabdalták magát a járdát és a alatta levő víz elvezető csöveket is, hogy nem látták már egyáltalán el a funkciójukat. Szerencsére most mind a két dolog megoldásra került, ami azt jelenti, hogy nagy átmérőjű esővíz elvezető csövek lettek a járda alá lefektetve. Ez magyarázza némileg a magasságát is, viszont az, hogy több helyütt meg lett emelve, segíti a lejtések kialakítását. A szakemberek a beruházás műszaki átadásán épp szemrevételezik a korszerű járdát. Az út új térkőburkolatot kapott, csapadékvíz elvezető csatorna épült alatta, valamint új víznyelőrácsokat helyeztek ki. Ez egy hónappal az átadási határidő előtt. Ugye a mögöttem és az előttem álló járdaszakasz mintegy 130 méter hosszan, hála Istennek elkészült, kiváló minőségben, jók a lejtései a járdának, esztétikailag is nagyon jól néz ki, és nagyon remélem, hogy funkcionálisan minden olyan igényt teljesíteni fog, amit kitűztünk a járda elé. A beruházás 12 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg.